Megtartotta alakuló ülését a 9 tagból álló tahitótfalui képviselőtestület. Az ünnepi alkalom a himnusz eléneklésével kezdődött, majd a helyi választási bizottság elnöke Budai Mihály ismertette a választási eredményeket. Megtartotta alakuló ülését Dunabogdány község német nemzetiségi önkormányzata. Október 3-án megtartották a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését. Az eseményt a legidősebb képviselő Balog Imréné korelnök nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Dunabogdányban az önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a német nemzetiségi önkormányzati választások és az európai parlamenti választások a törvényekben foglaltaknak megfelelően zajlottak le. A szavazás során sem a szavazatszámláló bizottságok döntései ellen, sem a választás eredménye ellen kifogás nem merült fel. A megbízó levelek 2024. június 17-én átadásra kerültek. A megválasztott települési német nemzetiségi önkormányzat összetétele a következő: Vogel Norbert, Spanisberger Mário, Németnéher Alexandra, Lánk Krisztina és Balog Imréné. A képviselők egyhangulag elfogadták a napirendet, majd a helyi választási bizottság elnöke, Váradi Szabó Tibor ismertette a 2024-es választások hivatalos eredményeit. A testület összetételében egy személyi változás történt az előző évekhez képest. Az ülés következő pontjaként a képviselők letették esküjüket, mely során hűséget fogadtak a német nemzetiségi közösséghez és ígéretet tettek, hogy lelkiismeretesen képviselik a dunabogdányi német közösség érdekeit, kultúráját és hagyományait. Ezután sor került az elnök megválasztására. A képviselők javaslatára Vogel Norbertet választották meg elnökké 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett. Vogel Norbert szintén letette esküjét és hivatalosan átvette az ülés vezetését. Ezt követően az elnök helyettes személyéről döntöttek. Balog Imrénét javasolták elnök helyettesnek, akit 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett megválasztottak. Balog Imréné szintén letette esküjét. Az ülésen a képviselők határozatot hoztak a kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíjáról is, melyet Lindmeier Eszter jegyző ismertetett. Az SMS alapján minősített többségű döntés szükséges. A javaslat az, hogy a Dunabogdányi Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tiszteletdíja havi bruttó 50 ezer forintban kerüljön megállapításra. Aki ezzel egyetért, azt kérem kész felemeléssel jelezze. Tehát megállapítom, hogy a határozati javaslatot minősített többséggel a testület elfogadta. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról és módosításáról is döntött az újonnan megalakult képviselőtestület. A Német Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi SMS-ét átvizsgálva jogszabályi módosítás nem igényel, nem érkezett a képviselőktől olyan jelzés, ami alapján szeretnének ezen változtatni. Természetesen a jövőben bármikor, amikor úgy hozza az élet, akkor lehet rajta változtatni, de jelen pillanatban az a javaslat, hogy egy olyan döntés szülessen, hogy az SMS módosítást nem igényel. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megállapította, hogy jelenleg nincs szükség az SMS módosítására. Az ülés végén a jegyző rövid tájékoztatást adott a vagyonnyilatkozattétel kötelezettségéről és a választásokat követő teendőkről. A képviselők köszönetet mondtak az előző ciklusban végzett munkáért, majd közösen kocintottak német sörrel és magyar borral a következő 5 év sikereire. Megtartotta alakuló ülését a 9 tagból álló tahitótfalui képviselőtestület.
Az ünnepi alkalom a himnusz eléneklésével kezdődött, majd a helyi választási bizottság elnöke Budai Mihály ismertette a választási eredményeket. A szavazás napján a választói névjegyzékbe 5158 főből 2983 fő jelent meg. Ez egész jó arány. Megállapítható, így a sok évre visszamenőleg is. Az érvényes szavazatok száma polgármester választáson nem kellett izgulni. 2607 volt az érvényes szavazatok száma. A listás választáson 2865 fő. Így a részvételi arány 57,95% volt. A négy szavazókör működött, rendben lezajlott a választás, szavazás, rendkívül esemény nem történt. A választási eredményekkel kapcsolatban észrevétel, kifogás, fellebezés nem érkezett, így azok jogerőre emelkedtek. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezések 27-es pontja értelmében a megválasztott önkormányzati képviselők és a polgármester megbízatása szeptember 30-ig tartott. Az újonnan megválasztott képviselők és polgármester megbízása október 1-ével kezdődött meg. A jelöltek leadott szavazatok, a megválasztott jelöltekre leadott szavazatok számát is elmondom, ha már ilyen szépen ide lett írva. Csörgő Mihály 1300 szavazat, Gál Sándorné 1099, Kovács András 995, Dr. Magyar Gábor 1048, Nagyházú Miklós 1055, Dr. Pálvölgyi Tamás 1048, Sotner Jánosné 971, Vacó Zoltán 1364. És a Dr. Sajtos Sándornak megmondom neked, tisztulni, mert ő mind a 2607 szavazatot megkapta. Miután a polgármester és a képviselők letették az esküt, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása került napirendre. Előzetesen úgy készítettük elő a mai ülésre ezt a napirendet, hogy a képviselőtestület megkezdi ennek a rendeletnek a felülvizsgálatát a mai alakuló üléssel, és én azt szeretném kérni majd a tisztelt képviselőtestület tagjaitól, hogy amennyiben van javaslatuk az SMS jövőbeni módosítására, akkor azt az elkövetkezendő, mondjuk, hogy egy hónapban próbáljuk meg leszűkíteni ezt az időintervallumot, és akkor én tisztelettel várom a javaslatokat akár írásban vagy szóban, akkor ezt megpróbáljuk majd összegyűjteni. Természetesen nekünk is a hivatalon belül a kollégáimmal lesznek javaslatok, mert vannak benne már idejét múlt passzusok, tehát mindenképpen felülvizsgálatra szorul maga a rendelet. De most az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, mely szerint a képviselőtestület megkezdi az SMS felülvizsgálatát az alakuló ülés keretében. Úgyhogy erre kérném, hogy szavazzon a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsájtom, aki támogatni tudja a jegyzőasszony előterjesztését, javaslatát azt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. A polgármesteri illetmény meghatározása után az alpolgármester személyének megválasztására került sor. Dr. Sajtos Sándor polgármester javaslatát, hogy az alpolgármesteri tisztséget a következő 5 évben Csörgő Mihály lássa el, egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Miután az alpolgármester letette az esküt, illetményének meghatározásáról döntött a képviselőtestület, majd a bizottsági elnökök megválasztására került sor. Hosszú felvezetés van erről, hogy milyen jogszabályok határozzák ezt meg. A bizottsági elnökök tekintetében alakulésen a polgármester tesz javaslatot, jelen esetben én. Tekintett arra, hogy az SMS módosítása most nem változtattunk, tehát a meglévő és érvényben lévő szervezeti és működési szabályzat szerint teszek javaslatot a bizottságok elnöki tisztjének a betöltésére. Nyílt szavazással fogunk ebben a kérdésben dönteni egyenként.
Jó. A gazdasági bizottság elnöki tisztségére Gál Sándorné képviselőtársamat javaslom, szociális bizottság elnökévé Stotner Jánosnét javaslom, településfejlesztési környezetvédelmi bizottság élére Nagyházú Miklós képviselőtársamat javaslom, kulturális sport és oktatási bizottság elnökévé pedig Vaczó Zoltán képviselőtársamat javaslom. Tudunk szavazni. Csak akkor egyben? Jó. Akkor egyben szavazunk. Aki tudja támogatni az előterjesztést, azt kérem szavazzon. Köszönöm. Tartózkodott. Egyfő tartózkodott. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Közbeszerzési tanácsnoknak dr. Pál Völgyi Tamást javasolta a polgármester. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta ezt a javaslatot. Az ülés hátra levő részében az idősek napja alkalmából a település szépkorú lakóinak adandó összegről, valamint a rossz minőségű utcák burkolásának átmeneti megoldásához 200 tonna mart aszfalt megvásárlásáról döntött a testület. Ebből ilyen anyagból csináltuk meg ugye az elmúlt egy-két évben, hogy a Dankó, Csősz, a Dózsa-György utca, a Viola utca és a Sémahegyi utcának egy szakaszát, illetve a Móricz Zsigmond utcát. Tehát gyakorlatilag ezek lehetővé teszik azt, hogy komfortosabbak legyenek azok az utcák, amelyek rossz állapotban vannak. Ezt jegyző azt, hogy legyen a kedves ismertetni a tárgyi javaslatot. Tahitótfalu község önkormányzata úgy dönt, hogy megrendel a Horizont Úttép plusz Kft-től 200 tonna kiváló minőségű osztályozott 0/20 mart aszfalt leszállítását, bruttó 12.000 forint per tonna, összességében 2.400.000 forintos áron, a határozat mellékletét képező árajánlat szerint. A képviselőtestület a kivitelezés költségeit az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024 számú rendelet K513-as tartalék sorára tudja biztosítani. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. A határozatot egy tartózkodás és 8 igen szavazat mellett fogadta el a képviselőtestület. Végül a vagyonnyilatkozatok megtételével és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétellel kapcsolatban adott tájékoztatást Miklós Melinda jegyző az újonnan megválasztott képviselők számára.